A legtöbb az elmúlt egy hónapban zárva tartott üzlet kinyitott, miután Magyarországon a beoltottak száma meghaladta a két és fél milliót. Így történt ez a városunkban is. Nem érte váratlanul a nyitás a karcagi boltosokat. Reggel egy értekezlettel kezdtük a napot, itt várva várt pillanat volt ez a mai gyakorlatilag közel egy hónapos zárás után. Jelentős forgalom forgalomcsökkenés kellett, hogy elszenvedjünk, ugye? Nem csak mi, de az összes olyan bolt, amit a Bolzár bezárt. Egy rövid értekezlettel kezdtük a mai napot, 3 az nővel kolléganővel megbeszéltük a Teendőket, felmértük ugye az áruháznak a területét, területalányosan megállapítottuk, hogy ebben a létesítményben ember az egységben 70 ember tartózkodhat. Egyszerre, mivel több mint 700 négyzetméter eladó térrel rendelkezünk, úgy, hogy a kollégák figyelik a belépő embereknek a számát, és mindenben megfelelünk a kormányhatározatnak, tehát kinyithattuk az áruházat. Az üzletben vannak plusz óv intézkedések, ilyen például a beléptetőpont. Felhívjuk a vásárlóink figyelmét arra, hogy a belépéskor feltöltlenítsék a kezüket, elhelyeztük a megfelelő figyelemfelhívó táblákat a maszk használatról, távolságtartásról. Tehát ezt már a vírus kezdetekor, a járvány kezdetekor megtettük, Ezek, ezeknek nem volt szükség a cseréjére, itt egyedül csak azt kellett meghatározni, hogy a megfeleljünk a négyzetméter alapú látogatottságnak, tehát hogy megfelelő mennyiségű látogató legyen egyszerre az áruházban az egy hónapos üzletzárat megérezte a vállalkozás. Mi azt gondoltuk, hogy a tavalyi járványhoz hasonlóan újra áttevődik a vásárlások nagy része az internetre, de nálunk, a mi cégünknél ez nem így alakult. Mi azt láttuk, hogy volt internetes vásárlás természetesen, de nem olyan mértékben növekedett az internetes vásárlás, mint a tavalyi évnek a tapasztalata. Egy kisebb értékre, egy normál értékre állt be gyakorlatilag. Tehát én azt mondanám, hogy nem tevődött át jelentős mértékben a mi cégünknél a forgalom az internetre. Volt érdeklődés, de nagyon várták a vásárlók a záruházi nyitást. Vegyes a vásárlói szokás, sokan rendeltek a webshopból, de még mindig többen vannak azok, akik szeretik személyesen megnézni a választékot. Mi úgy tapasztaljuk, hogy ugye, mi lakberendezési termékkölt árulunk, bútorokat, lakásfelszerelési cikkeket. Itt, itt a vásárlóknak fontos a személyes jelenlét, illetve az fontos, hogy személyesen megtapasztalhassák, hogy milyenek is azok a termékek. Ugye, a, fontos a termékeknek a minősége, amit nem biztos, hogy rögtön egy internetes felületen el tud dönteni az ember. Nagyon fontos mondjuk egy túránál egy színvilág illeszkedik-e az a lakásomban, mondjuk az a szürke, milyen árnyalatú, itt is csalóka lehet az internetes felület, ha bár ugye a weboldalunkon jó minőségű fényképekkel kínáljuk a termékeket, de azért a színárnyalat az egy monitor vagy egy telefon is függhet. És még egy nagy termékkör, ugye a konyhabútor termékkör, ami, ami itt a tavasz kapcsán és a aktuális lakásfelajítási trendek kapcsán ugye egy kiemelt termék. Ugye itt most az otthon, otthon teremtési támogatás is ö, megnövelte az érdeklődést a konyhabútorok iránt, amit gyakorlatilag ez a ö, márciusi zárás, ö, mondhatom azt, hogy ketté vágott, mert pont a konyhabútor érdeklődés olyan, hogy be kell jönnie az illetőnek ide az áruházba, átbeszéljük a lehetőségeket, akkor a kollégák egy ingyenes 3D tervet készítenek arról a konyháról, akkor utána megint van egy személyes találkozó, egy egyeztetés, és gyakorlatilag egy több lépcsős folyamattal jutunk el egy vásárláshoz. Na most ez az esetek nagy többségében igényli a személyes jelenlétet.